A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Jeremiás próféta könyve 32. részének első 15 versében, amit ülve hallgassunk figyelemmel. Jeremiás könyve 32. részében így szól Isten igéje. Az Úr igéje szólt Jeremiáshoz, Cidkíjának, Júda királyának a 10. esztendejében, amely Nebukadnezár 18. esztendeje volt. Akkor már körülzárva tartotta a babilóniai király hadserege Jeruzsálemet, Jeremiás próféta pedig fogoly volt Júda királyának palotájában, a börtön udvarában. Itt tartotta fogva Cidkíjá, Júda királya, ezzel a váddal: miért profétálod, hogy azt mondja az Úr, ezt a várost a babilóniai király kezébe adom, és ő elfoglalja azt? Jeremiás ezt mondta: így szólt hozzám az Úr igéje. Sallum nagybátyádnak fia, Hanamél, el fog jönni hozzád, és ezt mondja: vedd meg szántóföldemet Anatótban, mert mint rokonnak neked van jogod megvenni. El is jött hozzám Hanamél, a nagybátyám fia, az Úr szava szerint, a börtön udvarába, és ezt mondta nekem: vedd meg szántóföldemet, amely Benyámin földjén Anatótban van, mert tied az öröklés joga. Vedd meg, mint legközelebbi rokon. Mivel ráismertem, hogy az Úr szava ez, megvettem Hanamél-től a szántóföldet. Mert ezt mondja a seregeknek Ura, Izrael Istene: fognak még házat, szántóföldet és szőlőt venni ebben az országban. Isten áldása legyen az ő igéjének szívünkbe fogadásán, válaszoljunk arra imádsággal. Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, áldunk, dicsőítünk, magasztalunk téged ennek az új esztendőnek első reggelén. Köszönjük, hogy megélhettük, köszönjük, hogy itt lehetünk a hívők közösségében, és egy szívvel, egy szájjal dicsőíthetünk téged. Valljuk, hogy egyedül te vagy Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, és mindent, ami azokban van. Hisszük, hogy te vagy a történelem Ura ma is, és te irányítod annak eseményeit. És köszönjük, hogy eközben gondod van reánk, kicsinyekre, és fontos neked minden, ami velünk történik. Köszönjük, hogy még a verebekre is gondod van, és mennyivel drágábbak vagyunk mi neked. Bocsáss meg, hogy sokszor elfelejtjük ezt, és megtelik a szívünk aggodalmaskodással, találgatással. Úgy nézünk a jövendőre, mintha te nem léteznél. A magunk erejét vizsgálgatjuk, az ellenségeink fondorlatait találgatjuk, és megtelik a szívünk sokszor félelemmel, csüggedéssel. Bocsáss meg, hogyha elbizakodottak vagyunk. Bocsáss meg, ha hánykolódunk a két véglet között. Hol félünk, hol meg gőgös önhittséggel gondolunk előre. Szeretnénk mindkét bűnünktől megszabadulni. Szeretnénk bízni benned. Teljes szívünkből rád bízni, ennek az új évnek minden dolgát is. Hiszük, hogy te elkészítetted számunkra mindazt, amire szükségünk van, sőt, még annál többet is. Használj minket sáfáraitként. Hadd tudjunk továbbadni sok jót, amit úgy kapunk mi is tőled. És kérünk, hogy ajándékozz meg minket a te igéddel.
legyen ebben az évben valóban mindannyiunk lábainak szövétneke a te igéd, és ösvényünkön a te beszéded világítson. Így szólj hozzánk most is, kérünk. Köszönjük ezt a nagy csodát, hogy neked van szavad hozzánk, és mi megélhetjük a te gondolataidat, amik egészen mások, mint a mieink. Segíts, hogy a mieink is egyre inkább hasonlítsanak a tiéidhez, hogy átvegyük a te gondolataidat, és teljes belső bizalommal igent mondjunk a te akaratodra, látatlanba is, előre. Ebben az évben se úgy legyen, ahogy mi akarjuk, hanem úgy, ahogyan te, atyánk. Mert a te akaratod jobb, mint a miénk. Mert a te akaratod az egyedül jó akarat. Ezt a bizalmat erősítsd meg most bennünk igéddel, és a te akaratodra hangolj rá minket. Segíts, hogy ne hiába legyünk itt, ajándékozz meg a veled való közösséggel, hadd tudjunk örülni az egymással való közösségnek is, és adja mi szívünkbe élő reménységet, ami a te biztos és igaz ígéreteidre épül. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltár szavaival hirdetem, amilyen távol van napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk minden bűnünket. Amen. Köszönjük, Istenünk, hogy a te beszéded élő és ható, és elhad a szívünk mélyéig is. Ajándékozz meg most minket olyan igével, ami a te szádból származik, és ami által te végzed áldott munkádat mindannyiunk életében. Amen. Isten igéjét Jeremiás könyve 32. részének 36-tól a 40-ig terjedő verseiből hallgassuk meg. A 32. rész 36. és következő verseiben így szól Isten igéje. Most mégis ezt mondja az Úr, Izrael Istene, erről a városról, amelyről azt mondjátok, hogy fegyver, éhínség és dögvész folytán a babilóniai király kezébe kerül. Összegyűjtöm majd népét mindazokból az országokból, ahová szétszórtam lángoló haragomban, visszahozom őket erre a helyre, letelepítem és biztonságban lesznek. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. Eddig az ige. Kedves testvéreim, ezek az események, amikről bibliaolvasó kalauzunk szerint az elmúlt napokban olvastunk, Krisztus előtt 587-ben történtek. Ekkor már Nabukodonozor babilóniai király serege körülzárta Jeruzsálemet, és csak azért nem indította meg még az ostromot, mert ki akarta éheztetni a város lakóit. A város lakói azonban még mindig valami csodában reménykedtek. Jó 100 évvel azelőtt történt olyan csoda, hogy amikor az asszír sereg ugyanígy körülzárta a várost, Isten elparancsolta onnan az ellenséget, és sértetlenül maradt Jeruzsálem. Csak hogy akkor Isten félő király és Ézsaiás profétára hallgató nép lakott ott. Most pedig istentelen vezetők és bálványimádásba süllyedt emberek. Jeremiás proféta hosszú idő óta hívogatta a népet megtérésre, vissza Istenhez, de Isten igéjét megvetették. És hogy a profétát is elnémítsák, bebörtönözték. Börtönben van most is Jeremiás,
és ott kap egy különös parancsot Istentől. Amint olvastuk is, Isten közli vele, hogy hamarosan meglátogat téged az unokatestvéred, aki el akarja adni a földjét. A földnek viszont a Mózes törvénye szerint a családon belül kell maradnia. Neked, mint legközelebbi rokonnak, elővásárlási jogod és kötelességed van. Vedd meg tőle ezt a földet. Jeremiásnak ebben a kritikus helyzetben esze ágában sem volt mezőt vásárolni, viszont azt megszokta, hogy Istennek mindig engedelmeskedni kell. Akkor is, ha nem érti, hogy mit miért parancsol. Úgyhogy megjelent az unokatestvér, előírások szerint megfogalmazták az adásvételi szerződést, és tanúk előtt kifizette Jeremiás annak a mezőnek az árát. Később tudta meg ő is, mások is, hogy Isten ezt az ügyletet ige hirdetésnek szánta. Azt akarta szemléltetni a népnek, hogy a bekövetkező nagy ítélettel, Jeruzsálem pusztulásával és a nép színe javának fogságra vitelével nem ér véget a nép története. Isten ezt ítéletnek szánja, de az ítélettel soha nem az a célja, hogy megsemmisítse, hanem hogy megtisztítsa az ő népét. Vége lesz az ítéletnek, és visszahozza a maradékot a babiloni fogságból. És mint ahogy olvastuk, ezt mondja a seregek ura, fognak még házat, szántóföldet és szőlőt venni ebben az országban. Abban a helyzetben, amelyikben mindenki kilátástalannak látta a jövőt, és reménytelennek a helyzetet, amikor, ha nem vallották is még be, de sejtették, hogy ebből ostrom lesz, és a túlerővel szemben nem tudnak megállni, megsemmisíti az ellenség őket, Isten reménységet akar oltani az ő népe szívébe, amelyet éppen megítél bűnei miatt, hogy nem semmisíthet meg az ellenség, nagy próbák következnek most, de túlélitek, lesz maradék, és ő visszahozza a maradékot, és lesz itt még adásvétel, lesz élet ebben az országban. A sok leendő adásvétel közül az első Jeremiásnak ez a földvásárlási akciója, Isten parancsára, ami profétai jel volt. És ezzel is arra akarta bátorítani Isten a népet, hogy legyen reménység a szívében. Ennek alapján szeretném azt az újévi örömhírt hirdetni most néktek, hogyha sok csüggesztő és kétségbeejtő jelenséget látunk mi is ma magunk körül, ha Isten ítéletének sokféle jelével találkozunk is, talán a személyes életünkben is majd ebben az évben, abban bizonyosak lehetünk, hogy ő az ítéletében is kegyelmes, és ő azt akarja, hogy ott legyen mindig a szívünkben az a reménység, hogy aki ő benne bízik, az kibírja, túléli, az mindent túlél, még ezt a földi életet is. Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a leírást, először Jeremiás szempontjából, aztán utána a népnek a szemszögéből. Jeremiás világító példa itt a számunkra, és ez a példa éppen így új esztendő elején nagyon sokat jelenthet nekünk, hogyha komolyan vesszük. Inkább csak Újhegyre szedve elsorolom, hogy mi minden tanulhatunk tőle. Az első, ami kiderül ebből a különös isteni parancsból, hogy vegyél földet, az, hogy ime Isten az övéinek az életében a legszemélyesebb dolgaiba is beleszól. És az a döntő kérdés, hogy mi hogyan viszonyulunk ehhez. Ez tény, és ezen nem lehet változtatni, nem is kell. De hogyan viszonyulunk hozzá? Tiltakozunk ellene, eltűrjük, vagy egyenesen akarjuk és kérjük? Kinek a szívében van ott ma reggel őszintén ez az imádság, hogy Uram,
tanácsolj és vezess engem ebben az évben is minden tekintetben, és én kész vagyok feltétel nélkül engedelmeskedni neked. Vizsgáljuk meg, hogy ott van-e ez a szívünkben, és el tudjuk-e mondani január 1-én előre látatlanba, hogy soha ne az legyen meg, amit én akarok, hanem mindig az, amit te. Boldog ember az, aki ezt el tudja mondani. De ezzel számoljunk, hogy aki Isten gyermeke, annak az életében ő beleszól a legszemélyesebb dolgokba is, és ez nagy kiváltság, nagy ajándék. A második, amit megtanulhatunk ebből a leírásból, hogy Isten parancsai néha az emberi értelem és szokások számára teljesen érthetetlenek. Egy ellenségtől körülvett, ostrom előtt álló, kiéheztetett városban egy bebörtönzött proféta végképp nem ingatlant akar vásárolni. Ő maga sem érti, hogy most miért mondja ezt neki Isten. Nem most van itt az ideje. Nincs szüksége rá. Eszébe sem jutott. Még ki is nevetik talán miatta. Baja is lett aztán belőle. Miért mond ilyet Isten? Jeremiás azonban, mint hívő ember tudta, hogy az események két párhuzamos síkon történnek. Van ez az alsó, amit mi is érzékelünk és látunk, hogy ott az ellenség, hogy nincs élelem már a városban, hogy őt is becsukták, és nem tudja, hogy mi lesz vele, és így tovább. De vannak Istennek a gondolatai, sokkal magasabban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, ezt mondja az Úr. És ezzel a profétai jellel, hogy ő ilyen helyzetben vásároljon földet, Isten az egész nép számára akar valami életmentő üzenetet közvetíteni. Ebben a pillanatban ezt még Jeremiás sem érti, de ha nem érti, akkor is engedelmeskedik. Készek vagyunk-e mi erre? Vagy pedig sokszor faggatjuk Istent, meg próbáljuk mi kioktatni, meg rendre utasítani, meg számon kérni rajta az ő döntéseit és parancsait, és megmagyarázni neki, hogy most éppen mi időszerű. Hát ezt egyedül ő tudja, aki az időn kívül áll. Mit tesz a proféta ebben a helyzetben? Azt, amit mindig tett Jeremiás, engedelmeskedik. És mi ad neki ehhez erőt? Van itt egy gyönyörű mondat, nem tudom, föltűnt-e ez nekünk. Miközben hallgatja az unokatestvér előadását, hogy itt van ez a föld, meg neked elővételi jogod van, meg stb. A közben, a 8. versben van, ráismertem, hogy ez az Úr szava, és ezért megvettem a földet. Egyet értek, nem értek egyet azzal, amit Isten mondott, ki mit szól hozzá, szerintem ez most időszerű, vagy nem időszerű, ez mind mellékes. Ráismertem, hogy ez az Úr szava. És abban a pillanatban eldöntöttem, hogy engedelmeskedem. De nagy kiváltság az, ha valaki ismeri már az Úrnak a hangját. Aki hallgatja azt naponta, és így ráismer, amikor azt hallja. És fölismeri azt is, amikor nem az Úr szól, csak csapdát állítanak neki mások. Akármennyire hasonlít is az Úr hangjához, az csak hasonlít, de nem az övé. A János 10-ben a jópásztor példázatában Jézus ezt olyan kedvesen és részletesen magyarázza, hogy az én juhaim ismerik az én hangomat, és követnek engem. Idegeneket pedig nem követnek, mert nem ismerik az idegennek a hangját. Oda tartjuk-e a fülünket naponta az Isten igéjéhez, hogy egyre inkább kialakuljon bennünk ez a készség, hogy ráismerjünk az ő szavára, és fölismerjük azt, hogyha valaki csak meg akar téveszteni. Mivel Jeremiás engedelmeskedett, a magatartása is igehirdetéssé vált. Itt már semmi mondani valója nem volt a nép számára. Sokszor elmondta a megtérésre hívó szót,
nem csak elengedték a fülük mellett, hanem fölháborodtak, őt pedig bebörtönözték. Akkor elkezd a cselekedeteivel, a magatartásával prédikálni. Hogy ne essetek kétségbe, érdemes földet venni, még most is. És mennyivel többet lát a hívő ember. Jeruzsálem lakói közül sokan még azt sem hiszik el, még ekkor sem, hogy el fogja pusztítani az ellenség a várost. Még az orrukig sem látnak. Jerémiás meg már arra készül, hogy mi lesz akkor, amikor majd visszajönnek a fogságból, ahova még el sem mentek. Ennyivel tágasabb a horizontja a hívő embernek. Ennyivel többet jelent az, hogy valaki nem csak a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra is. Komolyan veszi a láthatókat is, és számol a tényekkel, de ugyanilyen valós tények számára Isten ígéretei, Isten igéje és kijelentése is. És ahhoz igazodik mindig. És Jeremiás annyira bízik abban, hogy Isten ígérete beteljesedik, hogy most a nagy vihar, a nagy összeomlás előtt már azt ígéri az Úr, hogy fognak itt még házat, szántóföldet és szőlőt venni ebben az országban, hogy két példányban írják meg az adásvételi szerződést, csak nem akartam az egészet hosszan felolvasni, és az egyiket eltéteti egy lezárt cserépkorsóba, hogy akár évszázadokig is megmaradjon épen, mert amikor majd Isten visszahozza a népet, hát még el se vitte a fogságba, mindegy, de el fogja vinni, mert megmondta, és vissza fogja hozni, mert megígérte, amikor majd visszahozza, elő lehessen venni, és egyszerűsítse az akkori ügyeknek az intézését. Megint csak ennyivel többet érzékel a valóságból az, aki Isten igéjét komolyan veszi. És ilyen békességet, biztonságot és reménységet ad neki. Ez viszont nem változtat azon, hogy Jeremiás sem értette, hogy miért parancsol ilyen furcsát neki Isten. És mivel nem értette, amikor magára maradt, leborult és imádkozott. Nem olvastam fel az imádságát se, tessenek majd ezt az egész fejezetet, a 32-et elolvasni ma. Egy nagyon egyszerű, nagyon mély, rövid, megrendítő imádságot mond, amiben először is Isten nagyságát ragyogtatja föl, mint egy saját magának is. Neki látnia kell, hogy ki az az Isten, aki itt most intézi a dolgokat, akinek ő most engedelmeskedett. Ő mindeneknek az ura. Elsorolja Isten tetteit a teremtéstől, az Egyiptomból való szabadításon keresztül az utolsó napokig. Ebben az imádságban nincs semmi kérés. Egy olyan kérdés félével fejeződik be, amikor azt mondja, te mégis azt mondtad nekem, Uram, vedd meg ezt a szántóföldet, pedig ez a város a káldeusok kezébe kerül. Még mindig ott van benne az értetlenség. Te megmondtad, hogy ez a város elesik. És akkor minek most itt földet vásárolni? De te mégis azt mondtad nekem. És noha én nem értem, hogy miért, én mégis engedelmeskedtem neked. Majd ezzel a mégissel még egyszer találkozunk egy nagyon fontos helyen. Mindjárt látni fogjuk. Jeremiásnak ez a tette tehát profétai jel volt, Isten ige hirdetésnek szánta a nép számára, hogy ne reménység nélkül menjenek el majd fogságba, hanem lássanak túl a pillanatnyi sok nyomorúságon, lássanak előre, messzire, világítson nekik Isten ígérete most is, majd a fogságban is, a fogságból hazavezető úton is, merjenek bízni ő benne, legyen reménység a szívükben. És mit tudunk meg itt a népről? Jeremiás imádságára Isten válaszol. Így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Én vagyok az Úr, minden élőnek az Istene, van-e számomra lehetetlen?
Ezt Jeremiás is megvallotta az imádságában, hogy tudom, hogy számodra nincs lehetetlen. Ezt nagyon fontos hinnie, úgyhogy ebben most Isten megerősíti őt. Az ő számára nincs lehetetlen. És akkor Isten részletesen elmondja, hogy miért jön ez a nagy ítélet, és miért elkerülhetetlen most már Jeruzsálem pusztulása és a nép fogságba vitele. Elmondja, hogy ő sokszor hívta a népet vissza magához. A nép azonban azokat az úgynevezett isteneket tisztelte, amiket ő készített magának, és ez teljesen elszakította őket Istentől. Bizony, Izrael és Júda fiai ifjúságoktól fogva azt tették, amit rossznak látok. Mindig bosszantottak engem kezük csinálmányaival, így szól az Úr. Sok gonoszságot követtek el bosszantásomra, ők maguk, királyaik, vezetőik, papjaik, profétáik, Júda férfiai és Jeruzsálem lakói. Hátukat fordították felém, és nem arcukat. S bár tanítottam őket idejében, de nem fogadták meg engedelmesen az intést. Föltelmes bálványaikat abban a házban állították föl, amelyet az én nevemről neveztek el. Áldozóhalmokat építettek a Baálnak, feláldozták fiaikat és leányaikat a mólóknak, pedig ezt nem parancsoltam, sőt eszembe sem jutott, hogy ilyen utálatos dolgot követnek el, és ezzel viszik vétekbe Júdát. Nem ismerősek nekünk ezek a bűnök napjainkból? Hogy egy társadalomra az jellemző, hogy sokan ifjúságuktól fogva megszegik az Isten minden törvényét. Hogy maguk gyártanak maguknak isteneket, háttal vannak az élő Istennek, hogy az ige hirdetésre oda se figyelnek, meg se hallgatják, vagy nem veszik komolyan, és nem, hogy tisztelnék az élő Istent, hanem gyalázzák őt. Ha csak a 10 parancsolaton futunk végig, gondoljátok, hogy az a temérdek káromkodás, ami nap mint nap elhangzik, következmények nélkül maradhat? Hát Isten világosan megmondta, hogy az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Aki az ő nevét káromolja, akármilyen formában, az az ő ítéletét provokálja, és vonja magára, meg a közössége is, amelyikben él. Vagy az a hazugság áradat, ami elárasztja ma a társadalmat. Gondoljátok, hogy nem vonja maga után az ítéletet, mint üstökös a csóváját. Az, hogy a reklám, a sajtó, amelyik egy halottnak a levelét is dokumentumként képes közölni, a diplomácia, a választások előtti kampányok az intézményesített hazudozás szinte révé váltak. És ehhez hozzá lehet szokni. Hozzá lehet szoktatni egy társadalmat. Ahhoz is, hogy ezt következmények nélkül lehet tenni. Legalábbis nem azonnal jelentkeznek a következményei. És felszabadítja az embereket hazudozása. Ez ugyanolyan, mint amikor egy kisgyerek hazudni hallja a szüleit, és aztán ő is produkál egy ügyetlen füllentést. Ő kikap érte, apukát nem fenekeli el senki, aki pedig nagyobbat hazudott. És az, hogy nem tartjuk ezt bűnnek. Ez a szörnyű az egészben, hogy az Isten törvényeinek a megszegése nem számít bűnnek. És ez szellemi anarchiához vezet. Vagy a nyugalom napjának a megszentelése, amelyik megint világos és indokolt isteni parancs. Ó, hányan nem az élő Istennek hódolnak vasárnap, hanem a Baálnak meg a Mammonnak. A lopás sokféle formája sem számít már bűnnek.
néha egyenesen ügyességnek tekintik. Ugyanígy a házasságtörés sokféle formáját sem tekintik annak. És a legtöbben arra sem gondolnak, hogy mennyit szenvednek és torzulnak a gyerekek emiatt. És hogy ezek a bűnök a következő nemzedékek életében újra termelődnek. Olyan kevés szülő veszi komolyan azt is, hogy neveljétek gyermekeiteket az Úr rendelése szerint. Azt se tudjuk, mit rendelt az Úr gyereknevelésről. És sokan meg egyáltalán nem is nevelik a gyerekeiket. A gyilkosság és öngyilkosság bűnének is olyan szép neveket próbálunk adni, és sok formájukat már egyáltalán nem tekintjük bűnnek. Kinek fáj az, hogy egy ilyen kicsi országban 1 millió alkoholista van, hogy 500 000-t közelíti már a számon tartott drogosoknak a száma, hogy az öngyilkosságban élen járunk, hogy egyáltalán nem tekinti bűnnek egy csomó ember az abortuszt, és nem gondolunk arra, hogy a második világháború óta 5 millió magzatot gyilkoltunk meg, nem betegség pusztította el őket, és nem háború, hanem a legvédettebb helyen, az anyamében öltük meg őket kegyetlenül. Tisztál ugyanaz, mint amit a Szentírás a mólókról ír. Mólók volt az a pogány bálvány, amit mint egy cserépkályhát felfűtöttek, és kinyújtott karjaira tették az élő csecsemőket, és ott égtek meg elevenen. Ezzel mutattak be áldozatot az istenségnek. És azt mondja Isten, hogy ilyen utálatosság eszembe sem jutott. Nektek eszetekbe jut. Minden elképzelhető és elképzelhetetlen bűn. Aztán a széthúzás, az egymás rágalmazása, a trágárbeszéd, az adott szónak a semmibevétele, az egymással szembeni közöny, ez már szót sem érdemel, ez fel sem tűnik. Ilyenek vagyunk, kész. Jeremiás idejében Jeruzsálem lakói is ilyenek voltak. Ezért kellett elpusztulnia a városnak 587-ben, templomával együtt, és ezért kellett a népnek évtizedekig hazájától távol fogságban sínylődnie. Vigyázzunk, testvérek, hogy hogy akarjuk eltölteni ezt az évet. Egyáltalán hogyan, milyen indulatokkal, milyen tervekkel, milyen igényességgel indulunk neki. És amiben illik ránk, hogy háttal vagyunk Istennek, és nem arccal, ott meg kell fordulni sürgősen. És amin kell, változtatni kell minél előbb, hogy valóban Isten törvénye szerint töltsük el ezt az esztendőt. Mert Isten igazságos, és bármennyire szerette is az ő népét, a bűnt büntetés követte. De éppen ez az ige beszél hatalmas erővel arról, hogy ez az Isten milyen kegyelmes is. És az ő utolsó szava soha nem az ítélet, hanem mindig a kegyelem. Az ítéletben megtisztítja az ő népét, de mindig gondoskodik maradékról, és új kezdést engedélyez az ő népének. Alapigényben, amit felolvastam, ígéretek sokaságával bátorítja Isten a népet, akkor, amikor éppen az ítélet következik rá, de már akkor tudhatja, hogy Isten megtartó erejét közben is tapasztalni fogják, és utána jön a kegyelem. Nem csak odafelé vezet út a fogságba, hanem visszafelé is van onnan út. És Isten ezt már elkészítette, és időzítette. Éppen Jeremiáson keresztül mondta meg idejében, hogy 70 évig fog tartani a fogság. Mert Isten akkor is hű az ő népéhez és a szövetséghez, ha ez a nép megszegte a szövetséget. És itt szólal meg ez a másik mégis.
Így kezdődött alapigénk a 36. versben. Most mégis ezt mondja az Úr, Izrael Istene. És ez a mondat közvetlenül az előbbiek után jön, ahol felsorolja Isten a nép bűneit, és a végén azt mondja, hogy eszembe sem jutott, hogy ilyen utálatos dolgokat is lehet követni, mint amit az én népem elkövetett. De most mégis ezt mondja az Úr, arról a városról, amelyik el fog pusztulni, hogy összegyűjtöm az én népemet, és akkor sorolja a drága ígéreteket, hogy új szívet adok majd az embereknek, amelyik szív fogékony lesz az igére, hogy új szövetséget kötök velük, amelyiknek a feltételeit nem a fejükben kell már tárolni és betanulni bizonyos előírásokat, hanem a szívükbe lesz beírva. Nem külső kényszer, hanem belső késztetés indítja őket a nekem való engedelmességgel, mondja Isten. Isten félelmet oltok az ő szívükbe. Csodálatosan szép, sokat sejtető kijelentések ezek. Csak őt fogják tisztelni, és bálványokat nem. És Isten új kezdést engedélyez, mert jövőt készített nekik. És mivel Isten ismeri az övéit, ismer bennünket, azzal fejezi be, hogy ha bárki kételkedne ebben, hogy ilyen szép jövőt készített el Isten az ő népének, amelyiket éppen most megítélni készül, akkor tudja meg, hogy amilyen biztos, hogy elpusztul Jeruzsálem, olyan biztos, hogy föl fogják építeni azt. Ezt mondja az Úr. És itt a végén megismétli még egyszer, mert fognak még szántóföldet venni ebben az országban, amelyről azt mondjátok, hogy ember és állat nélkül maradt pusztaság, amely a káldeusok kezébe került. Reménység mindennek ellenére. A láthatókon túl a láthatatlanok komolyan vétele is. Ez a hívő ember nagy kiváltsága. Mert mi hallottuk ezt a kétszeres mégist, hogy Jeremiás, te nem érted, meg a nép nem érdemli meg, hogy könyörüljek rajta, de te mégis vegyél földet, mert ez, mint egy igehirdetés, a reménységet táplálja bennük. És ti ilyen meg ilyen szörnyű bűnöket követtetek el, de most az Úr mégis azt mondja, hogy összegyűjtelek titeket, és új kezdést engedélyezek. Ez is Isten kegyelmének a munkája, hogyha Isten félelmet olt valakinek a szívébe, hogyha fogékonnyá teszi a szívét az ő igéjére, hogyha az ő szövetségében akar megmaradni valaki. Mert a jövő az ő kezében van. Nem a Nabukodonozorok határozzák meg a népek, és legfőképpen Isten népének a jövőjét. A Nabukodonozorokat is Isten irányítja. Azt olvastuk volna itt, ha az egész hosszú fejezetet olvasom, hogy én adom Nabukodonozor kezébe a szent várost. Nem ő veszi be a várost, ez a látszat. De csak azért veheti be, mert Isten a kezébe adja ítéletként. És Isten viszi fogságba az ő népét, de Isten hozza onnan vissza őket, és ő ad nekik egészen új lelkületet, és ő készít nekik jövőt, úgyhogy minden okuk megvan a reménységre. Akkor is, ha éppen most körülzárt városban élnek és éheznek, akkor is bizonyosak lehetnek abban, hogy Isten szép jövendőt készített nekik. Mert igaz az, amivel kezdte Isten a válaszát, én vagyok az Úr, minden élőnek az Istene. Van-e számomra lehetetlen? Olyan jó lenne, hogyha ezt a szívünk mélyéig engednénk. Hadd szivárogjon le úgy egészen a mélyre, és hassa át az egész belső világunkat. És így induljunk el erre az új esztendőre. Emberileg szinte semmi jót nem ígér ez az év. Minden területen csak nehezebb lehet az életünk. De nekünk ilyen Istenünk van. Jó lenne, ha az lenne a jelszónk erre az éve, amit egyik szép énekünk olyan kedvesen fejez ki, hogy reménnyel teli rád tekinteni.
nekünk megadatott ez, és Isten ehhez ad nekünk új szívet és új reménységet. Imádkozzunk! Istenünk, dicsőítünk téged azért, mert magunkra is értelmezhetjük a te kijelentésedet, hogy örökké való szeretettel szerettél minket, ezért terjesztetted ki reánk a te irgalmasságodat. Köszönjük, hogy a te irgalmad fényes bizonyítéka az, hogy hallhatjuk újra és újra a te hívó szavadat. Köszönjük intésedet, figyelmeztetésedet, dolgálásodat, feloldozásodat, bátorításodat. Bocsáss meg, Urunk, ha sokszor mi is háttal vagyunk neked, és hallani sem akarjuk, hogy mi a te akaratod velünk. Segíts el oda, hogy teljes bizalommal készek legyünk feltétel nélkül engedni minden parancsodnak. És erősítsd meg bennünk azt a bizonyosságot, hogy te ítéleteidben is kegyelmes vagy. Hogy a te utolsó szabad soha nem az ítélet. Köszönjük, hogy jövőt készítettél még nekünk is. Ez szemlélteti, hogy elkezdhetünk egy új esztendőt. És köszönjük, hogy nem egyedül kell neki indulnunk, hanem veled indulhatunk. Szeretnénk ragaszkodni hozzád ennek az évnek minden napján. Hűségesek lenni. De köszönjük, hogy ha mi hűtlenkedünk, de akkor is hű maradsz a szövetséghez, ígéreteidhez és hozzánk. Őrizd meg minket attól, hogy olyan utálatosságokat cselekedjünk, vagy akár gondoljunk, amiket te meg sem gondoltál. Add, hogy örömmel tudjunk engedelmeskedni neked. Egyre teljesebb meggyőződéssel teljesítsük akaratodat. Taníts minket a te akaratodat teljesítenünk, mert te vagy Istenünk. És a te jó lelked vezéreljen minket az egyenes földön. Könyörgünk hozzád azokért, akik nem hallják ezt az örömhírt. Hadd jusson el hozzájuk, talál rajtunk keresztül. Könyörgünk azokért, akik reménység nélkül, csüggedve vagy kétségbe esetten élnek. Könyörgünk hozzád azokért, akiknek most különösen nagy szükségük van a te kegyelmes lehajlásodra. Kiáltunk hozzád két súlyos beteg asszony testvérünkért. Hadd érezzenek téged nagyon közel magukhoz, és add jelét annak, hogy szereted őket és bízhatnak benned. De rád bízzuk mindnyájan magunkat, szeretteinket, gyülekezetünket, népünket. Kérünk, hogy készíts jövőt ennek a mi népünknek is, és add, hogy ne háttal legyen neked, hanem arccal. Kérünk, segíts ebben a csendben folytatni az imádságot. Hadd tudjuk őszintén kitálni a szívünket előtted. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretnék én is, lelkésztársaim nevében is, minden kedves testvérünknek, Istentől lelki áldásokkal is megáldott új esztendőt kívánni. Ezt mondja az Úristen, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, mert vizet fakasztok a pusztában, hogy inni adjak választott népemnek. A népet, népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Amen.